hangulatát legalábbis zenében. Mennyire lehet azt mondani, hogy egy avantgárd a képzőművészetben? Hát előjáróban megint csak annyit mondanék, hogy nem vagyok egy autentikus ember ebbe a témában, mert mondjuk egy flash designert kéne meghívni, hogy beszéljen erről. A flash art nem mindig különíthető el a web designtól, tehát voltak olyan flashek, amiket szerettem volna bemutatni, amelyek abszolút reklámigénnyel készültek, tehát azzal az igénnyel, hogy a honlap úgymond szépsége eladja azt az adott terméket, sőt, hát most itt nem tudtam bemutatni egy olyat, de nagyon sok olyan honlap van, amelyikre, hogyha rákattintasz, egyből a flash intro jön be, és egyszerűen amíg végig nem nézed a flash intrót, addig nem tudsz kilépni belőle. Nyilván ez azért van, hogy vedd meg azt a terméket, amit árusítanak. Na most, hogyha esetleg kedvet kapnátok arra, hogy Lev Manovicsnak a Drótban most megjelent cikkét elolvassátok, ő éppen azt állítja a flash-el kapcsolatban, hogy nem métejezi meg semmiféle ilyen propaganda célúság a flash-t. Na most ennek ezek az előbb bemutatott flash-ek ellent mondanak. Az utolsót pedig ez a Pancerotti Szabadul című filmet azért szerettem volna bemutatni, mert Manovics szembeállítja a flash-t és a filmet egymással, még pedig azon az alapon, hogy a flash, hát azt ő úgy nevezi, vagy hát informatikusok úgy nevezik, hogy loop, tehát egy ilyen végtelenített valami szalag, igen, tehát ennek igazából nincsen magyar megfelelője, hát én próbáltam végtelenített gyűrűnek, végtelenített szalagnak, vagy végtelenítésnek egyszerűen fordítani, de igazából ennek nincs magyar megfelelője. Tehát ő azt mondja, hogy a flash az egy ilyen végtelen valami, ami folyamatosan ismétlődik, és nem egy narrációt mesél el. Na most ennek kritikájaként elég szép példa ez a Flash rajzfilm, amit láthattatok a legutolsóként, hiszen itt abszolút a filmet imitálja a Flash. Hogyha megnézzétek, láthattatok ilyen vonalakat bevágva, ami nyilvánvalóan a film régiségét, illetve hát, a régi filmeket próbálja utánozni. Amit Szegedi Maszál kritizál Manovicsban, illetve a Manovics írásban, az, hogy Manovics szembeállítja egymással a flash artot és a net artot. Na már most ez megint csak hát elég érdekes, hiszen a flash art legalábbis szerintem a net artnak a része. Hogyha esetleg lehet nevezni, lehet ilyen művészeti ágnak lehetne nevezni a flash-t, hiszen gyakorlatilag az csupán egy szoftver. Ugye Manovics épít köré ideológiát. Tehát szembeállítja a flash-artot és a netartot, mégpedig azon az alapon, hogy a 90-es években a netartot keleti művészek is használhatták, mert hogy nem volt túlságosan nagy igényű a technikai oldalát illetően még a flash, Manovics szerint, nagy igényű ebből a szempontból, és ezzel újra termeli a flash art a kelet-nyugat szembeállítást, amit nyilván ő a szegény gazdag ellentétnek feleltett meg. Na már most ugye Szegedi Maszák azt mondja, hogy hát ez elég sarkos, ami egyébként jellemző Manovicsre is. Akkor ízelítőként ennyi a flash designról, többit pedig elolvashatjátok a Manovics tanulmányban, vagy utána keresgethettek az interneten. Drót művészet elméleti részében még egy dolog szerepel, ez pedig a film. Található egy interjú Mike Holbom, kanadai rendezővel.
amelyet Weiner Tibi és Aponyi Noémi készítettek. Holbum egyébként nem ismeretlen a győri közönség számára, ugyanis filmjeit a tavalyi és az idei médiavében bemutatták, tavaly az életimitációkat, az idén pedig a Public Lightning című filmeket. Egyébként Holbum egy írását is közli, a Drót 8, amelyet szeretnék felolvasni. Minden szerelmem mozgókép. Mindenhol mozgóképek vesznek körül. Én magam is mozgóképekből állok. Ezt akartam, amikor belevágtam. A számomra teljesen kiismerhetetlen és átláthatatlan élet helyett annak apróra, pontosan 16 mm szélesre kicsinyített mását, újraalkotását választottam, egy véget nem érő előzetest az életről, amit akárhányszor visszatekerhetek, újból megnézhetek, kimerevíthetek egészen addig, míg a jelen el nem mosódik, és valami más, finomabb, puhább és áttetszőbb forma születik. A fiúk jól kitaposott menekülési útvonalai előttem zárva voltak. A sportot a gének és az izmok üres dicsőítésének tartottam, az autókról nem tudtam beszélgetni, a számok világával pedig mindig is hadilábon álltam. És akkor az utolsó úthoz érkeztem, az utolsó lehetőséghez, a filmhez. Mindent feladtam és hátrahagytam érte. Szerelmet, barátságot, családot, és ő így is visszautasított. Pontosabban nem ő, hanem a filmipar középszerű urai. Inszomniában szenvedek. Sóvárgok a sötétségért, de nem az alvás, az álmok, hanem a mozi miatt. Sóvárgok a mozgóképekért, amik nem csak felejteni segítenek, de bizonyossá is teszik a felejtést, a felejtésemet. Ahogy egyik kép követi a másikat a vásznon, a filmvásznon és a képzeletem vásznán, kitörölve mindazt, ami előtte valaha létezett. A film több, mint a felejtés mankója. Maga a felejtés demonstrációja. Azt hiszem, a mozi a felejtés története, ami mindannyiunkon élősködik. Mindannyiunkon, akik ott ülünk a sötétben, saját életünk sötétjében. Én, a filmkészítő, elhozom a felejtést nektek. Hová tűntek már a csodák? A mi csodáink, képzeletünk, fantáziánk és szeretetünk teremtményei. A film olyan, mint a rajz. Egy fényfolt a sötétben, egy ceruzavonás a tiszta papíron.